Szeretetbe kapaszkodva címmel február 12-én vette kezdetét a házasság hete alkalmából szervezett rendezvényfolyam Dunaharasztin. Az esemény sorozat 8 állomására 3 helyszínen várták az érdeklődőket városunkban. Gyógyulás válás után címmel Madocsai Bea előadását hallhattuk, kerekasztal beszélgetéseken vehettünk részt, és a szentmiséket is a témához kapcsolódóan tartották énekes szentségimádással. Az 5. állomásnak a Laffert kúria adott otthont, hangversenyen vehetett részt a közönség, amelyen Pellett Sebestyént, valamint testvérpárként Polgár Balást és Lászlót köszönthettük. A rendezvény a Magyar Művészeti Akadémia művészeti ösztöndíjprogram támogatásával jött létre. A zenei esten dr. Stankó Attila köszöntötte a közönséget és méltatta a fellépő zongora művészeket. Különböző módon és különböző hangokon szólal meg a házastársi hűség. A mai estének 3 előadója van, valójában 2 hirdettünk meg, mivel hogy 4 kezes mű is van benne, ezért az egyik előadónak a testvére elvállalta, hogy ebben részt vesz. Szeretném bemutatni a mai estének az előadóit. Pellett Sebestyén junior prima és Kocsis Zoltán díjas zongorista 6 évesen kezdett el zongorát tanulni a Váci Bartó Béla zeneiskolában Jámborné és Kripecki Mariannál. 2014 és 18 között a Szent István szakgimnáziumban Monostori Gábor növendéke volt. 2018-ban első helyen vették fel a Zeneakadémiára, ahol Kemenes András és Németi Attila voltak a tanárai. Mesterképzését 2021. szeptemberében kezdte meg a Bázeli Zeneakadémián, Fejérvári Zoltán osztályában. Számos hazai és nemzetközi verseny díjazottja. A 2015-ös és 2018-as Békés Csabai országos zongora versenyeken 2. helyezést ért el, a budapesti 4. nemzetközi Chopin zongora versenye a legjobb magyar résztvevő díjat, a 2017-es országos csembaló versenyen 1. helyezést kapott. 2021-ben a nemzetközi Los Angeles-i Liszt versenyen 2 kategóriában is 1. díjat hozott el, az American Liszt Society külön díja és a legjobb előadásért járó külön díj mellett. Polgár Balázs 1994-ben született, iskolai és zenei pályafutását Zebegényben, szülőfalujában kezdte, ahol testvére is, akivel ma együtt fog játszani négykezes, László 92-ben született, és mindketten Gerlói Ildikónál kezdték tanulni a zeneművészetet zongorán. Balázs esetében, bár a zene pontosabban, a zongora mindig is nagyon közel állt a szívéhez, végül mégsem a zenei pályát választotta. A Budapesti Műszaki Egyetemen fejezte be tanulmányait, jelenleg fejlesztőmérnökként dolgozik Zsámbékon. Emellett 2021 óta boldog házasságban él feleségével. Ez elmondható Lászlóról is, az ő testvéréről, ő is a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, viszont építész mérnöki karon, és ő is boldog házasságban él. Thank you.
Érdemes figyelemmel kísérni magazin műsorunkban vagy YouTube csatornánkon a teljes zongora estet, amely záró darabja igazi meglepetésként szolgált.